Elindult a választási kampány, az értesítőket kipostázták, zajlik az ajánlások gyűjtése. Fókuszban a megelőzés, közel 50 féle vizsgálaton vehettek részt a tiszavasvári lakosok az ország legnagyobb mobil diagnosztikai kamionján. Együtt a jövőért, a fenntarthatóság szinte minden területét körbejárhatták az érdeklődők. Elkezdődött a kampány. Június 9-én közös eljárás keretében három általános választást tartanak hazánkban. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Ezen a napon Európa parlamenti, önkormányzati és nemzetiségi választások is lesznek országszerte. Az értesítőket hivatalosan múlt péntekig minden választásra jogosultnak kipostázták. Aki nem kapott ilyen dokumentumot, az a helyi jegyzőnél jelezheti ezt. A kampánnyal együtt az ajánlások gyűjtése is elkezdődött. Az értesítőket már mindenkinek kipostázták a június 9-i önkormányzati és EP parlamenti választásokhoz. A dokumentumban olvasható, hogy a szavazásra jogosult, mely választás névjegyzékében szerepel, hol és melyik szavazókörben élhet választójogával. Érdemes ezt áttanulmányozni. A legtöbb helyen nincsen változás, de vannak olyan települések itt a Vármegyén belül is, ahol új helyszínen fognak tudni szavazni, ez az értesítőből kiderül. Hogyha menet közben valaki lakóhelyet változtatna, vagy átjelentkezési kérelemmel él, akkor új értesítőt fog kapni szintén a Nemzeti Választási Irodától. Egyébként az ilyen típusú kérelmeknek a benyújtásához szintén ajánlom mindenkinek a figyelmébe a választás.hu weboldalt, ahol ügyfélkapus azonosítást követően az összes választópolgári kérelem 1-2 perc alatt kitölthető, majd egy tavalyi törvénymódosítás következtében 1-2 másodpercen belül a tárhelyünkre meg is érkezik az ezzel kapcsolatos döntés, tehát itt is igyekszünk a választópolgároknak az igényeit minél hamarabb és minél gyorsabban kiszolgálni. Visszatérve a szavazásra, tollat vihetünk magunkkal, de kapunk is, csak tollal lehet érvényesen szavazni, tehát erre figyeljünk, és ahhoz, hogy szavazni tudjunk, az SSB tagja azonosítani fog bennünket, tehát egy lakcímkártyát és valamilyen érvényes igazolványt mindenképp vigyünk magunkkal a szavazásra. Fontos, hogy aki eddig nem kapta meg az értesítőt, az a helyi jegyzőnél jelezheti azt. A kampánnyal együtt az ajánlások gyűjtése is elkezdődött múlt szombaton. Erre a jelölteknek, illetve jelölő szervezeteknek 2 hét áll rendelkezésükre. Az ajánlási időszak az EP választáson május 3-áig, az önkormányzati választásokon pedig május 6-áig tart. A helyi választási irodák 3 napon belül ellenőrzik ezeket, legkésőbb pedig a bejelentéstől számított 4. napon veszik hivatalosan nyilvántartásba a jelölteket és listákat. Kampányolni egészen a szavazás napján is lehet még. Ott már csak egy úgynevezett relatív kampánytilalom él a szavazás napján, vagyis, hogy aznap már gyűlés nem lehet tartani, illetve a szavazókörök 150 méteres körzetében nem lehet körzetén belül nem lehet kampánytevékenységet folytatni. Az ajánlásgyűjtés az pedig ezt megelőzi, hiszen az ajánlásgyűjtés az majd április 20-án elindul, de annak van egy fix határideje, hiszen azt követően a megfelelő számú ajánlásgyűjtő jelölteket a választási bizottságoknak nyilvántartásba kell venni. Akit nyilvántartásba veszünk, az felkerül a szavazólapra, a szavazólapról dönteni kell a bizottságnak, és azt követően ugye a nyomda le is gyártja ezeket, és még a választás előtt ezeket ki is kell szállítani a szavazókörökbe. A június 9-i választásokon országosan mintegy 70 ezer jelölt indul, ezért idén első alkalommal választási füzet is készült a jelöltek és a jelölő szervezetek számára. A szavazással kapcsolatos valamennyi információ a választás.hu oldalra kattintva részletesen is elérhető. Látványos árcsökkentés jön a magyar benzinkutakon, szerdától derült ki a holtankoljak tájékoztatásából.
Az üzemanyagárfigyelő blog szerint ugyanis ezen a héten szerdától jelentősen esik a gázolaj nagykereskedelmi ára, méghozzá bruttó 8 forinttal. Mindez várhatóan a kiskereskedelmi szinten, tehát a töltőállomások árazásában is meglátszik majd. A benzinára szerdán nem változik, így aztán az átlagárak a hét közepétől az alábbiak szerint alakulnak. A 95-ös benzin literje 650, a gázolajé pedig 639 forint lesz. Már több mint 2600 helyszínen járt Magyarország átfogó egészségvédelmi programja, és több mint 10 millió vizsgálatot végeztek el a szakemberek. Legutóbb kedden Tiszavasváriban állították fel a mobil diagnosztikai központot speciális szűrőkamion formájában. Itt közel 50 féle átfogó vizsgálaton vehettek részt az érdeklődők. Ez egy szén-monoxid mérő, 11, az ugye piros is, amit villog, a dobozás ugye, hát majd oda tudjuk felvilágosítanak, jó? Magyarország átfogó egészségvédelmi programja 2010-ben kezdte meg működését. Legfőbb célja, hogy kortól, lakhelytől és foglalkozástól függetlenül minden magyar állampolgárnak lehetőséget biztosítson saját egészségi állapotának felmérésére. Ezt segíti Magyarország legnagyobb mobil diagnosztikai központja, a közel 20 méteres szűrőkamion, ahol 50 átfogó vizsgálatot végeznek el a szakemberek a legkorszerűbb eszközökkel. Maga ez az óriási szűrőkamion az elmúlt 15 évben több mint 2600 helyszínen volt elérhető a lakosság részére, több mint 700 ezer magyar állampolgár látogatta eddig, és több mint 10 millió vizsgálati eredmény áll rendelkezésre a szakmai, illetve a tudományos munkához. Azt látjuk, hogy óriási igény van a lakosság részéről, azt is látjuk, hogy van hova fejlődni a magyar társadalomnak, rengeteg rizikófaktor kiszűrése kerül a helyszíneken. Itt beszéltünk a daganatos megbetegedésről, a szív- és érrendszeri problémákról, akár a szemproblémákról, de akár a túlsúlyról. Tehát mindenféleképpen jó, hogy ilyen magas a lakosság érdeklődése a program iránt, hiszen ez egy fontos segítség, fontos támpont mind a látogatók, mind a házi orvosok, mind a szakorvosok részére. A szűrőkamion rócsószerűen járja az országot, naponta 4500 vizsgálatnak helyet biztosítva. Legutóbb kedden Tiszavasváriban fogadta azokat, akik szeretnének vigyázni az egészségükre. A prevenció, a szűrőprogram az életet menthet, mert ha időben fölismerik a problémát, akkor ez gyógyítható. Mert ugye ismerjük azt a mondatot, amikor az orvos azt mondja, hogy későn tetszett jönni, tehát itt gyakorlatilag ez a prevenció az azt jelenti, hogy az egyén megvizsgáltathatja magát, és hogyha valami probléma van, akkor házi orvosával vagy szakorvossal konzultálhat. Én még annyit szeretnék elmondani, hogy nagyon sokan eljöttek ide, ez is mutatja, hogy az egyénnek megvan a felelőssége, hogy ő maga is fontosnak tartja az egészségét, mert ma Magyarországon és talán az egész világon az egészség a legfőbb érték, ha egészség van, minden van, és ez nem csak az egyén szempontjából fontos, hanem a családja, a közösség és egy település, egy megye, egy ország szempontjából is. Az egészségügy fontos terület Tiszavasvári önkormányzatának. Hosszú évek óta üzemeltetnek járóbeteg szakrendelést, és a lehető legmodernebb körülményeket igyekeznek biztosítani a városlakóknak. Néhány évvel ezelőtt például az orvosi rendelő újult meg egy egyedi kormányzati támogatásnak köszönhetően. Burkolás, nyílászáró cserék, fűtéskorszerűsítés, eszközök beszerzése. Aztán 2020-ban Tiszavasvári kapott egy lehetőséget, szintén egyedi kormányzati támogatásra, közel 2 milliárd forintot. Ennek része volt egy orvosi rendelőnek az építése, volt egy régi védőnői szolgálatunk, egy épületegység, ami üres volt, ott állt és nagyon csúnya volt, kihasználatlan volt, ezt lebontottuk, újraépítettük, kialakítottunk benne egy mentőpontot, és itt kitérnék erre a mentőpont fontosságára, hiszen van egy mentőállomás, de Tiszavasvár egy nagy település, járásszékely, 13 ezeren lakunk itt ebben a városban, és hát vannak nagyon komoly üzemeink, alkoholi, de veszélyes üzemek, egyebek, és én azt gondolom, hogy szükséges, azt gondoltuk, hogy szükséges, hogy legyen helyben egy mentő, ez néhány héten belül meg fog valósulni, átadásra kerül a mentőpont. A szűrővizsgálat életet menthet című rendezvényen rendőrségi és látványos anatómiai bemutató is várta az érdeklődőket. A szűrőkamion pedig Hajdúdorogon, Kisújszálláson, Szarvason, Budapesten, majd Pomázon folytatja az útját. Karbantartás miatt a vármegye több településén áramszünet várható szerdán napközben. Nyíregyházán ez a Krúdy Gyula utcát, a Krúdy közt és a Ferenc körút egy részét érinti. Máté Szalkán a Kölcsey Ferenc utca egy rövid szakaszán korszerűsítik a hálózatot.
Emellett áramkimaradásra kell számítani Gávavencsellő, Geszteréd, Nyírmada, Rakamaz és Tiszaadony egyes részein is. Együtt a Jövőért címmel rendeztek a fenntarthatóság számos területét bemutató rendezvényt Nyíregyházán. Előadások, workshopok, kiállítások segítettek megérteni, hogy a lakosság mit tehet a környezet megóvásáért, a fenntartható fejlődésért. Jelenleg az emberiség egyik legnagyobb kihívása, hogy hogyan érjen el magas jólétet úgy, hogy közben alacsony maradjon a föld környezeti terhelése. Egy tonna avokádó megtermeléséhez 1981 köbméter víz szükséges, vagyis közel 2 millió liter. Többek között ez a döbbenetes adat fogadta a látogatókat szombaton az Együtt a Jövőért rendezvény bejáratánál. Az esemény célja a fenntartható fejlődés megismertetése, és a téma minél teljesebb körbejárása volt. Ahogyan mondani szokták, ez egy háromlábú szék, ami csak mindhárom pillér meglétével működik. Ezek nem mások, mint a környezetvédelem, a társadalmi és a gazdasági fejlődés. A rendezvény főleg a természetre koncentrált, nem csak annak problémáira, hanem a lehetséges megoldásokra is. Ez az első alkalom, hogy megszerveztük ezt a napot, de hogy hagyomány lesz-e belőle, az a résztvevőktől és az érdeklődéstől függ. Számos civil szervezet is elfogadta a meghívásunkat, és egyelőre azt látjuk, hogy sokakat érdekel a fenntarthatóság, és mosolygó szemekkel vesznek részt a különböző programokon. Ezért reméljük máskor is meg tudjuk rendezni, hogy újabb lehetőségeket és ötleteket ismertessünk meg az emberekkel. És szeretnénk a kisebb korosztályt is megcélozni, hisz nem lehet elég korán kezdeni a tudatosságra nevelést. A fenntarthatóság a divatszakmában is jelen van, itt ráadásul több aspektusból is megközelíthető. Fenntarthatónak mondható például egy ruha, hogyha újra hasznosított, de akkor is, hogyha új, korszerű, tanúsított anyagokból készül, vagy szabászati hulladék nélkül. Egy workshop keretében például táskákat készíthettek maradékanyagokból. A táskáknak az alapja biopamut, az anyagdarabok, amikből a textilképek készülnek, azok nálunk megmaradt szabászati hulladékok, illetve olyan maradékok, például nagyon sok férfi inget használunk ilyen újrahasznosításra, és azoknak a maradékai, szóval már egy ilyen újrahasznosított anyagnak a maradéka, szóval ez már arról szól, hogy tényleg próbáljunk kihasználni mindent, és egy anyagnak meghosszabbítani az életciklusát akármennyire lehet, mert ez az, ami tényleg az első lépés a fenntartható divatban. És nem csak a gardrób szekrény tartalmának összeállításánál kell a környezettudatosságra és fenntarthatóságra törekedni, hanem a ház minden pontján. A fürdőszobában és a konyhában is igyekszünk lebonuló termékeket felsorakoztatni, illetve olyan növényi alapú szereket, amik utána nem károsítják sem a mi testünket, sem pedig vízbe kerülve a környezetet, a vízi élőlényeket. A rendezvényen helyi civil szervezetek is helyet kaptak. A Zöld Akció csoport például egy lakossági szerveződés, akiknek célja, hogy Nyíregyháza tisztább, zöldebb és egészségesebb legyen. Nagyon magas a túlfogyasztás a húsnak Magyarországon, és a talaj, a víz szennyezése, az üvegházhatású gázok kibocsátása emiatt nagyon káros a környezetünkre. Emiatt hoztunk olyan recepteket is, amelyek húsmentes receptek, akár még gluténérzékenyek is nek való is ez az, vagy olyan ételeket. Mi ezeket kipróbáltuk, rendszeresen használjuk a mindennapjainkban. Emellett van egy programunk, amelyet az egyik önkéntesünk talált ki, és így vitte végig a csapatunk önkéntes munkával, az Állítsd le a motort. Egy több rajzversenyt is szerveztünk nyíregyházi iskoláknak, óvodáknak, és a gyerekek rajzait egy szakmai zsűri díjazta. A fenntarthatóságról az iskolákban is sokat tanulhatnak a diákok a fenntarthatósági témahét keretein belül. Ez idén április 22-e és 26-a között van meghirdetve. Kiemelt témái a levegő és élővilága, szabadidő, a körforgásos gazdaság, a hulladék és a tudatos fogyasztás. A lakosság segítségét kéri a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület a tavaszi természetles adatgyűjtő akció kapcsán. Az idén második alkalommal meghirdetett programhoz kapcsolódóan április 1-től június utolsó napjáig lehet feltölteni az adatokat. Nem számíthat, csak egyszer végzett valaki megfigyelést, az is értékes adatokat tartalmazhat.
A jelenleg is aktív fecskeles és gólyales mellett tavaszi természetlesre invitálja a lakosságot a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület. Az a célja, hogy minél szélesebb körben bevonjuk a lakosságot az adatgyűjtésbe, adatszolgáltatásba, hogy minél pontosabb képet kapjunk az adott élőlénycsoport országos elterjedéséről. Ez világszerte nagyon nagy népszerűségnek örvendenek ezek a lakossági tudomány, citizen science jellegű adatgyűjtések. A tavalyi akció nagyon sikeres volt, ugye 1021 felhasználó, közel 1800 helyszínről, 203 faj, majdnem 20 ezer egyedéről küldött megfigyelést. A tavaszi természetles egyik különlegessége, hogy nem csak a madarakra koncentrál, hanem kétéltűekről, hüllőkről, emlősökről és a nappali lepkefajokról is lehet feltölteni megfigyelési adatokat. Mivel ez egy időablakos program, az év csak egy bizonyos időszakában aktív az adatgyűjtés. Április 1-től június utolsó napjáig tart a program. Bárhol, bárhonnan fel lehet tölteni adatot, erkéről, kertből, kirándulás közben. Az egésznek szerintem a legnagyobb erény az, hogy egy okostelefonos applikáción keresztül is ezt el lehet végezni, ezt az adatfeltöltést. Ez a Tordus nevű applikáció, ez Androidon és iOS-es telefonokon, tableteken egyaránt fut, nagy téveles végződéssel, tehát Tordus. Az applikáció mellett a természetlesen.mme.hu oldalon keresztül is lehet rögzíteni az adatokat. Időközben elkészült a már lezárult második téli madárles eredményeinek összesítése, mely szerint a 944 adat közlű 1125 megfigyelési helyről 141 faj 204207 egyedről számolt be, ami 20-szal több fajt és 118457 egyeddel többet jelent a tavalyihoz képest. Megnyerte a szomszédvári rangadót az A Stúdió Futszál Nyíregyháza. Lovas Norbert együttese az NB1 felsőházi rájátszásának 8. fordulójában 4-0-ra győzött Debrecenben. A tabella 4. helyén álló nyíregyháziak hétfőn a 2. Kecskemétet fogadják a Continental Arénában. Az alsóházban folytatta győzelmi sorozatát a Nyírbátori SC, a bátoriak 5-2-re verték az Újpestet, így 11 pontos előnnyel állnak az alsóházi tabella élén. Két sorsolást is tartottak hétfőn az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei igazgatóságán. A Magyar Kupa 2024-25-ös kiírásának országos főtáblájára a Vámos Oroszi Máté Szalka és a Pátroha Nagyecsed mérkőzés győztese jut majd fel. Elkészült a vármegyei kupa elődöntőjének párosítása is. Eszerint Baktalórendháza Újfehértó és Tarpa Nyírbátor mérkőzés rendeznek május 8-án. Némi adminisztráció, egy rövid tájékoztató és a csapatok képviselőinek jelenlétében el is kezdődik a sorsolás az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei igazgatóságán. Mégpedig két sorsolás, mivel a Magyar Kupa mellett a vármegyei kupában érdekelt együttesek is ellenfelet kaptak. A vármegyei kupa következő fordulóját ugye már ketté bontottuk, hiszen az előző körben az kiderült, hogy a legjobb 8-ba jutott csapatok közül a 4 győztes már egészen biztosan képviseli a megyénket a következő évi MLS Magyar Kupa országos főtáblán. Viszont ugye a 4 vesztes közül még 2 ugyancsak tudja magát kvalifikálni, hiszen az előző évekhez hasonlóan Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye a következő esztendőben is 6 csapatot tud feladni az országos főtáblára. Így tehát az előző körben 4 vesztes csapat azért játszik most, hogy még 2 fog tudni csatlakozni a már bejutott 4 csapathoz. Ugyanakkor az előző kupafordulóban győztes 4 együttes pedig azért játszik most, majd május 8-án az 5. fordulóban, hogy eldöntse, hogy még 2 egyesület fog bejutni a megyei Magyar Kupa döntőbe, amely már 8. éve kerül megrendezésre. A Magyar Kupában a Vámos Oroszi Máté Szalka és a Pátroha Nagyecsed mérkőzés győztese jut fel az országos főtáblára. A vármegyei kupa elődöntőjében a Tarpa a szintén első osztályú Nyírbátort fogadja, az Újfehértó pedig a vármegyei másodosztály 2. számú csoportjának 3. helyén álló, korábban évekig a Magyar Bajnokság másodosztályában szereplő Baktalórendházához látogat.
Ugye mondhatnám pikírten, hogy másodosztály, csak ugye valóban nem az, hisz a Fradinál játszottunk 8300 nézőt, vagy Baktán, tehát ugye minden bajnokot fogadtunk, a Vácot megvertük a Fradival 0-0, megvertük a Kecskemétet, tehát ezek komoly csapatok voltak. Ugye most másodosztályon megy egy másodosztály, azt gondolom, hogy ebben a pillanatban nem nagy esélyét látom annak, hogy megy első osztályba üssünk fel, hisz nem olyanok az anyagi körülményeink, amit mondunk, az minden rendben van. Az infrastruktúra, a létesítmény az szerintem most is minimum NB3-as, de most ez van, rengeteg hazai, helyi és környékbeli gyerekünk van, fiatalok, 14 utánpótlás csapatunk van, csináljuk a dolgunkat, aztán, hogyha lesz egy olyan keret, ami arra alkalmat ad, de lehetőséget nyújt arra, hogy megye egybe legyünk, majd mikor érezzük ezt a dolgot, akkor majd oda fogunk érni. A tavalyi győztes tarpai csapat ünnepel a kupa átadás után. Mint Kvaka Árpád elmondta, az elmúlt években folyamatosan nőtt a vármegyei kupadöntő presztízse. Nyugodtan mondhatom, hogy igen nagy a presztízse. Az első években ugye még a Nyíregyházi Városi Stadionban tudtuk megrendezni ezt a kupadöntőt, az utóbbi években már a Kisvárdai Várkerti Stadionban, és mind a két helyszínen azért az amatőr játékosok jelentős része tétmérkőzés nem játszhatott élete során, és nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk ezzel kapcsolatosan, hogy ez egy óriási nagy dolog a pályafutás, hogy a megye legszebb stadionjában tétmérkőzést tud játszani. Voltak olyan labdarúgók, akik azért NB3-ban is futballoztak, régebben mégis egy nagy élmény volt, ráadásul láthattuk, hogy a szurkolókat is megmozgatja, hiszen a legutóbbi két alkalommal is Kisvárdán azért egy 800-900 fős nézősereg összejött, úgyhogy igen nagy a presztízse. A továbbjutás valamennyi párharcban egy mérkőzésen dől el. Döntetlen esetén az alacsonyabb osztályú csapat lép tovább. Azonos osztályú csapatoknál, ha rendes játékidő nem hoz döntést, nincs hosszabbítás, egyből következnek a 11-esek. Kedves nézőink, híradónk végén nézzük, hogy mivel foglalkoztunk. Múlt péntekig kipostázták a választási értesítőket, szombattól pedig már gyűjtik az ajánlásokat a jelöltek és a jelölő szervezetek. Június 9-én Európa parlamenti, önkormányzati és nemzetiségi választások is lesznek országszerte. Az ajánlási időszak az EP választáson május 3-áig, az önkormányzati választásokon pedig május 6-áig tart. Fókuszban a megelőzés, ezzel a szlogennel szerveztek kedden átfogó egészségvédelmi szűrőprogramot Tiszavasváriban. Az eseményen 50 féle vizsgálatot vehettek igénybe az érdeklődők ingyenesen, azonnali kiértékeléssel. A programot a miniszterelnöki kabinetiroda támogatásával rendezték meg. A fenntarthatóság szinte minden területét körbejárhatták az érdeklődők szombaton Nyíregyházán. Előadások, workshopok és kiállítások segítettek megérteni, hogy a lakosság mit tehet a környezet megóvásáért, a fenntartható fejlődésért. Jelenleg az emberiség egyik legnagyobb kihívása, hogy hogyan érjen el magas jólétet úgy, hogy közben alacsony maradjon az ökológiai lábnyom, azaz a környezeti terhelés. Április 23-án, kedden Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták, friss hírműsorra a legközelebb holnap este jelentkezünk, most pedig időjárás jelentéssel folytatjuk, azaz kiderül, hogy folytatódik-e ez a hűvös időjárás így tavasz közepén. Ha van kedvük, akkor látogassanak el weboldalunkra is, ott is folyamatosan frissítjük a tartalmat, én már a munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szerdán reggel az ország legnagyobb részén megszűnik a tartós eső, napközben már inkább csak szórványos záporokra lehet készülni, keleten egy-egy zivatar is kialakulhat. Napközben napos és felhős idők váltják egymást. A hőmérséklet továbbra is elmarad az évszakos átlagtól, 11 és 15 fok közötti értékeket mérhetünk.